Sárvár és Uherszke Kradistje partneri viszonyának 5 éves évfordulóját ünnepli. A hivatalos testvérvárosi együttműködés mellett egyre több területen bontakoznak ki az egymás megismerését célzó kezdeményezések. Ezek körébe tartozott Jiří Vlach, csehországi testvérvárosunkban élő szobrászművész kiállítása a Sárvári Galéria Arcisban, majd Kondor János sárvári festőművész bemutatkozása Uherszke Hradistjében. Ez alkalommal a két kiállítás tükrében idézzük fel Sárvár és Uherszke Hradistje gyümölcsöző kapcsolatait. Április 12-én a Nádasdivár Művelődési Központ és Könyvtár Galéria Arcis kiállító termében nyílt meg Jiří Vlach, csehországi testvérvárosunkban, Uherszke Hradistjében élő szobrászművész kiállítása. Ismét tágabbra nyílt az a kapu, amit Sárvár és Uherszke Hradistje nyitott egymás felé. Uherszke Hradistjével 2012. szeptember 9-én írt alá testvérvárosi együttműködési megállapodást Sárvár, melynek történelmi előzménye is van, hiszen Mátyás király 1479-ben már elfoglalta és a városnak új címert adományozott. Erre az eseményre ma is emlékezik a városfalon található Mátyás kapuja. Az újbóli jó viszony az akkorinál elegánsabb módon alakult ki. 3 év előkészítés és 5 látogatás előzte meg az együttműködési oklevél Csehországban történt aláírását. Sárvár az ország leglátogatottabb városai közé tartozik, az itt eltöltött vendégéjszakákat tekintve. Közöttük nagyon sok a cseh vendég, ezért különösen fontos volt Sárvár számára, hogy a nyugat-magyarországi fürdővárosok közül elsőként hivatalos cseh testvérkapcsolatokkal rendelkezzünk. A szerződések kötelező formuláin túl hamar tartalommal is megtöltődött a kapcsolat. A sárvári folklórfesztiválokon is szerepelt már, onnét érkezett cseh csoport, és már sárváriak is voltak Uherszke Hradistjében, az egyik legjelentősebb morvaországi bortelmerő vidék központjában. A kiállítás megnyitásával a partnerség most egy új minőségébe lépett. Az 1946. augusztusában született Jiří Vlach az egyik legkiemelkedőbb cseh szobrász és éreművész. Tanulmányait a Prágai Művészeti Akadémián folytatta, mestere Kavana professzor volt. Kreatív művészi tehetsége főként miniatúrák, érmek, plakettek és kőszobrok készítésében mutatkozott meg. Számos rangos nemzetközi művészeti csoport és szövetség tagja. Művei pedig megtalálhatóak a jelentős cseh és európai galériákban, magángyűjteményekben szerte a világon. A megnyitóra érkezett cseh delegáció tagja volt Ivo Florec, Uherszke Hradistje alpolgármestere, és Miladá Froklová, a Szlovák Múzeum galéria munkatársa. Azonban, mint kiderült, a kiállító művész nem lehetett jelen. A megjelenteket elsőként Kondor János, a művelődési központ vezetője köszöntötte, felidézve a kiállítás előzményeit. 2 éve egy sárvári kulturális delegáció tagjaként látta Jiří Vlach alkotásait, és már ott elhatározták a sárvári bemutatkozást. Már tavaly sorra került volna a tárlat, ám a művész betegsége miatt akkor ez meghiúsult. Most a sors ismételte magát, a művészt kórházban ápolják, így nem lehet jelen a megnyitón, mondta Kondor János. Sárvár polgármestere Kondora István a város nevében jobbulást kívánt Jiří Vlachnak. A mostani kiállításon tulajdonképpen 2 magyar város találkozik, hisz Mátyás királyunk révén sok történelmi emlék fűz össze bennünket.
A település neve is Magyar Hradis, szólt köszöntőjében Kondora István. Tak mi máme z tohoto stretnutí podobně jako z minulých. Én az Uherszky Hradisei Szlovák Múzeum igazgatója vagyok. Emellett lettem tavaly a városi alpolgármestere. Így most vagyok először Sárváron. Az első benyomásokat a kitűnő hangulat még fontosabbá teszi számomra az együttműködés további elmélyítését. Több ponton is kapcsolódunk Magyarországhoz. Az együttműködés minden szárát érdemes továbbfejleszteni. A sokoldalú együttműködés ezen a szinten azért is működhet, mert nagy utánpótlása van mindkét városnak olyan művészekből, akik érdemesek a bemutatásra. A mai tárlatnyitón is kiderült, ahogy a jelenlévők beszélgettek, hogy már most rengeteg közös téma akad, ami erősíti a testvérvárosi együttműködés hálóját. A közös vonások összefogása mindenképpen érdemes a tovább gondolásra. Horvátországgal és Norvégiával is ápolunk hasonló testvérvárosi kapcsolatokat. Ezek közt Sárvár nagyon közel áll hozzánk, nem csak földrajz értelemben, hanem a szívünkhöz is. A kiállítást Milada Froklova, a Szlovák Múzeum Galéria munkatársa nyitotta meg. Bemutatva a kiállító művészt, Jiří Vlach, akadémiai szobrászművész, azon új generációs cseh művészek közé tartozik, akik a 60-as évek végétől kezdve már egy politikailag szabadabb légkörben tanulhattak. Ebben az időszakban a szabad kísérletezés és a jellemző művészeti felfogás átalakulásának eredményeképp a festészet és a szobrászat klasszikus formái is megváltoztak. Néhol el is tűntek, a helyükre pedig friss hangsúlyok és új közvetítő közeg kerültek. Tak, Jiří Vlach opravdu studoval v těch 60. letech. Vlach úr az 1960-as években tanult, akkor valóban kicsit lazább légkör uralkodott már Csehszlovákiában is. Abban az időben a plasztikák sokkal kisebb figyelmet kaptak, mint a klasszikus magas művészet, a szobrászat vagy a festészet. A plakett Magyarországon sem kapott túl nagy figyelmet, itt is a kísérletezés és a fejlődés időszakát élte a kis plasztika. A továbbfejlődés szempontjából nagy segítséget jelentettek a különböző nemzetközi szimpóziumok. A fiatal művészek ezeken a rendezvényeken tudtak egymással beszélgetni, konzultálni. Mind technikai, mind pedig alkotói inspirációs területen ezek voltak azok a helyzetek, ahol lehetett ütközni és vitázni a jövő érdekében. A Jiří Vlach által választott művészeti terület sajátossága és nehézsége, hogy hiába van mindenkinek művészi hajlama, ha nem ismeri jól a technikát, az elképzeléseit nem tudja megvalósítani. Az ő által választott technika eredete az ősi Egyiptomba nyúlik vissza. Viaszba formázták alkotásaikat, és ezt öntötték ki fémmel. Ő ezt a módszert alkalmazta és fejlesztette tovább, és tökélyre fejlesztve kísérletezett is vele. A forma mintázásától az öntésig mindent maga végez. A Galéria Arcisban kiállított munkáit is leggyakrabban a természet, az emberi test és filozófiai elemek ihletik. Alkotásai fantáziadúsak, kreatívak, romantikusak, esetenként pedig a humort sem nélkülözik. Az ötletek kibontásának ezen módszere mellett gyakran visszatér korábbi munkáihoz is, hogy inspirációt merítsen újabb alkotásaihoz. Tolik by bylo asi k těm technologickým problémům. Teď trošičku k inspiraci. Fő motivuma az ember és a társadalom, valamint a különböző helyzetekből kialakuló viselkedésformák. Annak ellenére, hogy egyfajta humorként lehet kezelni, és az irónia és a szarkazmus területeire is behatol a műveivel, ennek ellenére törékenynek tartja magát. Ez több műve is jelzi, ugyanis a sárvári tárlatot nem egy témakör köré építettük fel. Az itt látható szimbólumok az ő munkásságának a keresztmetszetét mutatják. Ami mégis meghatározó, az a bejárat mellett található vízesés címet viselő alkotás. Ez a szobor leképezi a természettel szembeni viselkedésünket. Ezt a művet születésekor a Nyíregyházán tartott nemzetközi szimpóziumon díjazták is. Jelentős még a Találkozások című munkája, mely formabontó. Rajzai közt is számos hitelesnek tűnő társadalmi leírás akad. A társadalom és a természet viszonyrendszerét mutató művészi munkája mellett 1974 óta Jiří Vlach az Uherské Hradistei alkalmazott művészetek szakközépiskolájának tanára, a Kerámia tanszék igazgatója.
Az utóbbi 10 év során az öntött érmek, plakettek és kisplasztikák nemzetközi szimpóziumának létrehozása és fejlesztése mellett bábáskodott, amelyet 1998-ban alapítottak meg Uherské Hradištěben. A szimpózium mára a közép-európai éremkészítés egyik fontos szakmai középpontjává vált. Ezek közül az érmek közül is látható néhány a Nádasdivárban. A május elejéig tartó kiállítás értékes kulturális célpont, ám maga a cseh város is alig 300 kilométerre található. A kapcsolatok szélesítéséhez több jó kiindulási pont tán nem is kell városunk polgárai és civil szerveződései számára. Még tovább nyitni Mátyás és a mai kor kapuit egymás felé. Az ünnepi program sornyitánya volt a város főterén található jezsuita rendház kerengőjében a Redutában megnyílt Töredékek című kiállítás. A tárlat viszonzása volt Jiří Valach cseh szobrászművész Sárváron a Galéria Arcisban nyílt kiállításának. A kiállítás megnyitón testvérvároson polgármestere Stanislav Blaha külön köszöntötte Kondor János 60. születésnapja alkalmából. A kiállítást a tárlat kurátora Petre Baranova méltatta, kiemelve, hogy a legújabb munkákból is kiállításra került egy válogatás, amely a művész utazásai során szerzett élményeit, emlékeit villantja fel. Azonban a tárlat valamennyi munkájára jellemző az erőteljes színhasználat, a dinamikus ábrázolásmód, amelyek a mozgalmas, nyughatatlan érzelem virágot tükrözik. A történelmi hangulatú épületben rendezett kiállítás az otthonosság érzésével töltötte el Kondor Jánost. Maga a kiállító tér, ahol a munkáimat bemutatták, az egy jezsuita kolostornak a redutája, ami magyarul körülbelül kerengőt jelent, tehát ez egykori kerengőből kialakított városi galéria. Tehát a millió, az atmoszféra valóban nagyon emlékeztet a Sárvári Nádasdivárnak a termeire, konkrétan a Galéria Arcisnak a hangulatára. Kondor János örömmel fogadta a korábban Sárváron kiállító Jiří Valach szobrászművész gratulációját. Számomra rendkívül elismerő és megtisztelő az ő véleménye. Nekem is őszintén gratulálta az itt kiállított munkáimhoz. Hát már csak amiatt is, mert ugye egy szakmai véleményt hall az ember. Azon kívül nagyon sajnáltam, hogy 2 évvel ezelőtti sárvári kiállításán személyesen nem vehetett részt, tehát ő még egy sárvári látogatással adós, akkor éppen betegsége miatt nem utazhatott Sárvára, hiszen egy emlékezetesen izgalmas, gondolatgazdag kiállítása volt Sárváron. Ő szobrászművész, és a kis plasztikáit mutathattuk be a városba. Tehát nagyon jól esett, hogy eljött a kiállítás megnyitóra, és hát a véleménye pedig úgy gondolom, hogy nekem további inspirációkat ad az alkotó munkához. Volt egy megható pillanata a kiállításnak, mikor 60. születésnapodról felköszöntött testvérvárosunk polgármestere. Mit jelent ez a 60 esztendő így néhány száz kilométerre Sárvártól, vagy szintén egy vendégszerető városban? Hát először is meglepetés, már csak amiatt is meglepő volt, mert a születésnapom május 26-án volt, tehát ez egy ilyen kicsit megkésett, ilyenkor az ember már nem ünnepel, nem gondol arra, hogy egy több száz kilométerre lévő testvérvárosban a polgármester még ilyesmire is figyelt, tehát valóban megható volt, hogy születésnapon is fölköszöntöttek, és hát kicsit ugye ezt a kiállítást a születésnaphoz időzítették. Tehát megtisztelő a meghívás, és az, hogy azért itt Uherské Hradištěben valóban nem egy eldugott kis mellékutca kis galériájában láthatók a munkáim, hanem egy rendkívül exkluzív és exponált helyen, tehát a úgynevezett redutában. Elhangzott, hogy lehet folytatása ennek a kiállítás cseréknek, ennek a sorozatnak.
Mi várható, milyen tervek vannak a kulturális kapcsolatok további bővítésére? Hát természetesen mi Sárváron nagy örömmel fogadunk akár újestje radistjai művészeket, vagy a környékről, vagy itt a tágabb régióból az általuk ajánlott alkotókat, hiszen a Hírivlaknak a 2 évvel ezelőtti kiállítása úgy érzem, hogy az csak kezdete volt egy kulturális kapcsolatfelvételnek, és én úgy gondolom, hogy számunkra sokkal fontosabb a művészek, az itt lakók, a polgároknak a személyes találkozása kapcsolata, mint a politikusoknak a évenkénti vagy fél évenkénti találkozása. Természetesen ez is nagyon fontos, hiszen igazából az ő kapcsolataikon keresztül találkozhat a két városnak a polgársága, a lakossága. Tehát számunkra azért is fontos, hogy a kultúra területén is mélyrehatóan építkezzünk ebből a kapcsolatból. És hát, mint itt a meghívón elhangzott, azért ez már az iskolák között, intézmények között, tehát mondjuk a gyermekkorosztály tekintetében is élő a kapcsolat, hiszen az óvodák rendszeresen sportrendezvényekre jönnek UESK radistjében, vagy ők viszonozzák. Tehát én azt gondolom, hogy itt a kulturális kapcsolaton kívül is rendkívül sok még az a terület, amit ebbe be lehet kapcsolni, be lehet vonni. Hát az egyik már azért működik, hogy a Folklorfesztiválon is már voltak cseh vendégek, és hát nyilván a jövőben is lesznek. És ha oda-vissza alapon működik egy ilyen kapcsolat, akkor az fogja igazából elmélyíteni majd a testvérvárosi köteléket. A kiállítás forgatagában megkérdeztük Hirzsi Vlachot is, az UESK radistjai alkalmazott művészeti szakiskola tanszékének igazgatóját, országos ismertségű cseh szobrászművészt, aki beszámolt róla, hogy művészként szoros szálokkal kötődik hazánkhoz, már több magyar alkotótábornak és kiállításnak volt részese, így a Sárvárral való partnerség külön örömmel tölti el, hisz a két település szabad akaratából született a testvérvárosi viszony. Ezért a szabadságért álltak ki művészként is annak idején.